Lázas munka folyik a bács hegyi óvodában, kifestőznek a gyerekek. Csütörtökön azonban nem csak a közelgő karácsony tartotta izgalomban őket, új ágyakat vártak az intézménybe. Eddig a gyerekek 30 évvel ezelőtti faágyakon aludtak. Egyik el van törve, mert ugráltak rajta, és olyan régi fából vannak. A magyarországi kocsér már az előző években is támogatta az intézményt, akkor pénzadományt kaptak, amelyből szőnyegeket vásároltak. Kisegyes óvodája, illetve Kisegyes Községbács bács hegyi megy nevű óvodája. A kocséré vállalkozók jóvoltából ez alkalommal 30 darab fekvőágyat kap az óvodás gyerekek, illetve napközis gyerekek részére. Mindenféleképpen nagyon örülünk a támogatásnak, hiszen szinte egyedi dologról van szó, úgy érzem, bár is a mi közösségünkben, hogy valakinek ilyen nemű jellegű támogatás eszébe jut, és hogy ilyesmivel segítse az óvodát. Bács fekete hegy és Kocsér négy éve kötött testvértelepülési egyezményt, de már korábban is rendszeresen látogatták egymás különböző rendezvényeit. bácfekete van 11 testvértelepülése, Pannon medence szinte minden országába. Ezekkel szóval nagyon jó az együttműködésünk kulturális sport területén, és hát egyéb ö, gazdasági kapcsolatok, van vannak közös pályázatokat írunk, épp a pályázatokat, tehát amit csak ki lehet hozni ebből a testvértelepülési barátkozásból, én azt gondolom, hogy elég jól sikerül megtennünk a dolgunkat. A nap végére megérkeztek a várva várt ágyak is az intézménybe, amelyeket hamarosan birtokba vehetnek a Bács-Feketehegyi ovisok.